Rendkívüli év lesz 2024 az Európai Unióban, júniusban európai parlamenti választások lesznek, majd júliustól újjá alakul az Európai Parlament és az Európai Bizottság. Az uniós intézményeknek április végéig van mandátumuk arra, hogy olyan meghatározó ügyekben döntést hozzanak, mint az uniós migrációs paktum, vagy Ukrajna 50 milliárd eurós támogatása. Jó napot kívánok! Ez az Európai Híradó újévi első kiadása, Zöldhegyi Katalin vagyok. Közvetlenül karácsony előtt politikai megállapodás született a migránsok kötelező szétosztását is tartalmazó uniós migrációs paktumról. Mindenről még az Európai Parlamentnek is szavaznia kell. És ott van az uniós költségvetés kiegészítése, amit többek között Ukrajna további támogatására a 27 tagállamnak kellene befizetnie. Ezt Magyarország a decemberi uniós csúcson nem támogatta. Hogy ez a költségvetés kiegészítési ügy mennyire fontos Brüsszelnek, jól mutatja, hogy február elejére rendkívüli uniós csúcsot hívtak össze a témában. És köszöntöm Dajcs Tamást, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét, a Fidesz parlamenti képviselőinek delegációvezetőjét. Jó hírrel kezdhetjük, 470 milliárd forintnyi összeg érkezett meg az elmúlt napokban Magyarországnak a korábban befagyasztott és 10 milliárd euró mértékéig felszabadított forrásokból Budapestre. Hogyan látja, ez a folyamat folytatódni fog, vagy az Európai Parlament baloldala elgáncsolhatja ezt a folyamatot, hogy folyamatosan érkezzenek meg uniós pénzek Magyarországra? Hát mindenek előtt a év első európai híradó adásán én is hadd kívánjak önnek boldog új esztendőt, illetve a HÍR TV valamennyi nézőjének. Ami az ön által is említett hírt, információt jelenti, valóban jobb hír, hogyha Brüsszelből olyan információk érkeznek, hogy mi magyarok végre hozzájuthatunk a nekünk jogosan járó Európai Uniós forrásoknak egy részéhez. Tulajdonképpen egy rövid mondatban el tudom mondani az álláspontunkat, ami jár a magyaroknak, az jár. Ehhez a pénzhez már sok esztendővel ezelőtt hozzá kellett volna jutnunk. Egészen elképesztő, abszurd, de talán a legpontosabb kifejezés az, hogy felháborító az a csuklóztatás, amit lefolytatott, amit csinált Magyarországgal, a magyarokkal az Európai Bizottság, mondva csinált okokból a legőrültebb hazugságokat az asztalra téve, a nyílt, direkt politikai zsarolás céljából tartották vissza, függesztették fel a Magyarországnak, a magyaroknak jog szerint járó Európai Uniós forrásokat. Talán az, ami jár a magyaroknak, az jár, rövid értékelésen túl annyit még érdemes hozzátenni, hogy ezzel a helyzettel, hogy elindult a jog szerint magyaroknak járó Európai Uniós forrásoknak a folyósítása, ráadásul nem is elhanyagolható mértékű összeg, amelyhez végre hozzájutottunk, nyilvánvalóvá vált, hogy megbukott a magyar dollár baloldal hazáruló politikája. A magunk mögött hagyott lassan fél évtizedben, 2019 óta a legutóbbi európai parlamenti választásokat követően egyből, azonnal azt a magyar érdekeket folyamatosan hátba támadó, a magyar érdekeket eláruló politikát folytatta a magyar dollár baloldal minden európai uniós fórumon, aminek a lényege az az, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel megakadályozzák, hogy Magyarország hozzájuthasson a jog szerint nekünk magyaroknak járó uniós forrásokhoz. Ezt nem is rejtették véka alá, a magyar dollár baloldal vezére Gyurcsány Ferenc alig egy esztendővel ezelőtt valamikor 2022 végén, 23 elején egy rádióinterjúban hosszan, önmagát dicsérve és lelkesen beszélt arról, hogy azokat a jogi köntösbe öltöztetett, Magyarországot politikailag zsaroló elképzeléseket, érveket, hazugságokat, amikre építve aztán a brüsszeli bürokrácia hosszú esztendőkön keresztül nem adta oda nekünk a jog szerint járó pénzeket, azokat ők találták ki, azokat az ő európai parlamenti képviselőik, Dobrev Klárától Arakovács Attiláig képviselték az európai politikában. Nos, ez a hazáruló politika, amelyik ártani akart a magyaroknak, amelyik ártani akart például a pedagógusoknak, mert itthon ugyan tüntetéseket szerveztek a hozzájuk közel álló, magukat pedagógus érdekképviseleteknek hívó, valójában dollárbaloldali politikai akciócsoportként működő szervezetekkel a pedagógusok béremeléséért, de aztán ezen tüntetéseket megelőzően, meg ezen tüntetéseket követően folyamatosan azzal mulatták a csermélyléptű időt, hogy minden eszközzel akadályozták, hogy Magyarország hozzájusson a jog szerint nekünk járó uniós forrásokhoz. Ez egy hazáruló politika, ez a hazáruló politika megbukott. Sajnos a végső eredmény még nem következett be, a végső eredmény pedig egyetlen egy dolog lehet, minden. Az utolsó eurócentig minden Magyarországnak jog szerint járó pénzhez feltétel nélkül hozzá kell jutnunk. Mi ezért fogunk dolgozni, és ahogy már egy ilyen részsikert, bár ez európai politikában elég nehezen áll az ember szája ilyesmit mondani, de mégis Magyarország, a magyar kormány, mindenek előtt a magyar miniszterelnök egy ilyen részsikert már elért. Szerintem a teljes siker esztendeje lehet a 2024-es év. Közvetlenül karácsony előtt született politikai döntés az uniós migrációs paktumról, amely ugye tartalmazza a migránsok kötelező szétosztásának tervét is. Ezt most a belga soros elnökség egy jogi formába önti, erről majd még az Európai Parlament és az Európai Tanács is szavaz majd. Ön szerint ez egy sima ügy lesz, vagy lehetnek még fordulatok ebben az ügyben? Tekintve arra például, hogy az európai konzervatívok a felmérések szerint folyamatosan erősödnek. Hát ami készül, az katasztrófa. Tehát először is rögzítsük, hogy az a politikai paktum, amelyik körvonalazódik, az katasztrófát jelent, az nem kevesebbet jelent, mint sem egy olyan új európai uniós migrációs jogi keretrendszer jönne létre, amelyik nem arról szól, hogy hogyan lehet az Európa felé áramló tömeges illegális migrációt megállítani, amelyik nem arról szól, hogy hogyan kell az Európai Unió külső határait megvédeni, hanem amelyik menedzselni, kezelni akarja ezt a tömeges illegális migrációt, legális migrációs csatornákat akar nyitni, és az ellenkező, az illegális migráció őrületét elfogadni nem akaró országok nyakába akarja varni, ezen országok nyakába is akarja varni az ide az Európai Unióba áramló, tömegesen ide áramló illegális migránsoknak a hadát. Kötelező betelepítési kvótáról rendelkezne ez a paktum, kötelező áttelepítési kvótáról. Ez egy egyszerű szó, áttelepítés, nem kevesebbről van szó, mint sem, hogy nyugat-európai országok szabadon beengednek törvénytelenül, hiszen az illegális migráció az a törvénytelen Európai Unió területre lépést jelenti. Az ő területükre törvénytelenül belépő illegális migránsokból, ha elegük van, akkor a jog erejénél fogva ide átzsupolhatják őket, áttelepíthetik őket, erről szól, mi több. A jog erejénél fogva a ránk kényszerítendő illegális migránsok ellátását illetően is kötelező szabályokat írna elő ez a paktum, migráns gettókat kéne létrehoznunk. Na most ebből nem fog enni Brüsszel. Nincs olyan Európai Uniós döntés, hogy a magyarok népszavazáson kinyilvánított akaratát, illetve ennek köszönhetően a magyar alaptörvényben szereplő rendelkezést bármilyen Európai Uniós döntés felülírhatna. Ez nem izmozás, ez nem az erőfitoktatása, hanem az Európai Uniós jog az így működik. Nincs olyan Európai Uniós jogszabály, amelyik bármelyik Európai Uniós tagállam alkotmányos alaprendelkezését felülírhatná. Sőt, az unió alapszerződése alkotmányos szuverenitásról beszél, nem hozhat olyan döntést az Európai Unió egyetlen egy intézménye sem, amelyik felülírja, megerőszakolja, átírja bármely uniós tagállam alkotmányos alaprendelkezéseit, már pedig nálunk a magyar alaptörvény azt mondja, hogy csak mi magyarok, az arra hivatott alkotmányos testületek, például a Magyar Országgyűlés döntésével határozhatjuk meg, hogy kikkel akarunk együtt élni, nem hozhat egyetlen egy uniós intézmény sem ilyen döntést. De egy mondat erejéig azért itt álljunk meg a brüsszeli bürokráciánál. A ciklus vége közelik, ahogyan is az említette a bevezetőjében. Azért valamifajta értékelést már lehet mondani, hogy a magunk mögött hagyott lassan 5 esztendőben hogyan is működött a von der Leyen bizottság, a brüsszeli bürokrácia csúcsintézménye is. Sajnos azt kell megállapítanunk, hogy minden idők legkártékonyabb és legrosszabb Európai Bizottsága, a von der Leyen elnökasszony által vezetett Európai Bizottság. Tulajdonképpen az Európai Unió életében, a brüsszeli bürokrácia életében ez egyfajta Gyurcsány-korszak. Ahogy Gyurcsány Ferenc kormánya minden idők legborzalmasabb magyar kormánya volt, úgy a von der Leyen bizottság egyfajta uniós Gyurcsány-korszakot követve minden idők legborzalmasabb, legkártékonyabb bizottsága. És ugyanazok a tünetek, amelyek Magyarországon láthatóak voltak a 2010-et megelőző szűk évtizedben, ugyanaz látszik Európában is. Rendszer szintű korrupció. Erről szólt a Gyurcsány-korszak, erről szól a von der Leyen bizottság működése, eladósodottság. Őrületes hiteleket vett föl, tulajdonképpen megerőszakolva az unió jogrendszerét az Európai Bizottság. Csődben az unió költségvetése. Hát ez a mostani vita erről szól, hogy elfogyott a pénz, és plusz tagállami befizetésekre lenne szükség. Vékonyodó gazdasági teljesítmény. Egyre romló közbiztonság. Ez Magyarországon a több mint félmillió ismerté vált bűncselekményt jelentette. A Gyurcsány-korszakban már a 200 000-re alá, 160 000-re csökkent Magyarországon az ismerté vált bűncselekmények száma. Nyugat-Európában pedig a tömeges illegális migráció miatti biztonsági helyzet, terrorfenyegetettség az, ami ezt mutatja. Tehát azt kell mondanom, ahogy 2010-ben is egy gyökeres fordulat következett be, a magyar polgárok akaratnyilvánításának köszönhetően a 2010-es Fidesz-KDNP-s kétharmados győzelemmel ugyanúgy az Európai Unió történetében ezt a tragikus korszakot le kell zárni. Erről szólhat egy szuverenista, nemzeti elkötelezettségű erők, akár áttörésszerű júniusi győzelméről az európai parlamenti választás, és én úgy látom, hogy Európa egyetlen egy baja sem oldható meg ilyen fordulat nélkül. Nem képzelhető el változás a migrációs paktumban, nem képzelhető el változás a teljesen elhibázott az ukrajnai háborúval kapcsolatos uniós politikával. Hát 2022-ben robbant ki ez a borzalmas háború az orosz agresszió miatt, ami történelmi bűn, de azt követően azt mondták az európai vezetők, hogy az a szankciós politika, amit hirdetnek, az kis nehézséget fog okozni Európának, de belátható közelségbe hozza a háború végét. Eltelt egy olyan esztendő, a 2023-as esztendő, amelynek az első napján már zajlott a háború, és az utolsó napján még zajlik a háború. És a 2024-es esztendőt illetően senki nem tudja azt megmondani, hogy nem ugyanolyan esztendő lesz, mint a 23-as esztendő, hogy egész esztendőben zajlik ez az esztelen öldöklés. És ma az Európai Unió, a brüsszeli bürokrácia őrült háborús uszítóként viselkedik, az alig néhány éve, talán egy évtizeddel ezelőtt béke Nobel-díjat kapó Európai Unió nem az azonnali tűzszünet, nem a béketárgyalások megkezdése, nem az esztelen öldöklés befejezésének a pártjánál, hanem katonai támogatással, mindenféle elképesztő összegű pénzügyi támogatással a háborút finanszírozza, és egy olyan elhibázott szankciós politikát követ, amivel kapcsolatban már az Európai Parlament. Képzeljék el, az Európai Parlament, annak a teljesen őrült baloldali többsége is már egy olyan határozatot fogad el, amelyik szó szerint leírja, hogy Brüsszel szankciós politikája nagyobb károkat okozott az Európai Unió nemzetgazdaságainak, mint amekkora nehézséget az orosz gazdaságnak. Ennek ellenére 12., meg 13., meg 14. szankciós csomagon gondolkodnak, tehát azt tudom mondani, hogy ma nincs egyetlen egy olyan súlyos problémája sem az Európai Uniónak, ami gyökeres, szuverenista, a nemzeti elkötelezettségű erők megerősödése nélkül megoldható lenne az Unióban. Erre én jó esélyt látok a júniusi európai parlamenti választásokon. 2023-ban az egyik leggyakrabban használt fogalom a jogállamiság volt, amit leggyakrabban Magyarországgal, illetve Lengyelországgal szemben emlegettek. Lengyelországban Tusk kormány megalakulása után átalakul a közmédia, újságírókat bocsátanak el, friss hír, hogy a Jog és Igazságosság közleményét az állami média nem tette közzé. Hogyan látja, és nem cinikus vagyok, indulhat-e jogállamisági eljárás a média függetlensége miatt Lengyelország ellen most? Mit gondol? Hát egyrészt egy sorosista ideológiai mészárlás, ami jelen pillanatban Lengyelországban zajlik. Természetesen szemben a sorosista erőkkel, meg szemben az európai baloldali erőkkel mi nemzeti elkötelezettségű, konzervatív, kereszténydemokrata politikusok soha egyetlen egy ország választási eredményét nem kérdőjelezzük meg. A lengyelek így döntöttek. Megnyerte a választást a Jog és Igazságosság, és a második, harmadik, negyedik helyezettek összeálltak, és parlamenti többségük van. Mi is átéltük ugyanezt 2002-ben, ahol a második és a harmadik állt össze, és lett aztán egy MSZP-SZDSZ koalíció, annak minden borzalmával 2002 és 2010 között. Tehát azt tudom mondani, hogy ezt megkérdőjelezni pofátlanság lenne. Ezt a pofátlanságot velünk, nemzeti erőkkel szemben mindig elkövetik a globalista erők, a sorosista erők, mi véletlenül sem követjük el. Na de azért hülyék nem vagyunk, tehát látjuk, ami történik. A sorosista erők kerültek hatalomra Lengyelországban, ezt előbb vagy utóbb a lengyelek többsége is látni fogja, és ma egy ilyen indulatos sorosista ideológiai mészárlás zajlik Lengyelországban, nem csak a közmédia lefejezése, legalapvetőbb, hagyjuk már ezt a jogállamiság kifejezést, mert ez tényleg az intézményesített hazudozást jelenti az európai politikában. A jog uralmának a legalapvetőbb szabályait fenéken billentő döntések születnek. Hát Magyarországon azért még a baloldali szavazóknak is egy jó része a hasát fogta a röhögéstől, vagy kétségbeesve a fejét, amikor a 2022-es választásokat megelőzően magukat komolynak gondoló, Márki Zajt, meg Gyurcsányt, meg Karácsony Gergely támogató ideológusok arról fantáziáltak, hogy olyan lehet kétharmados szabályokat kétharmad hiányában is módosítani, egy általuk remélt, aztán utána csak lázálomnak számító választási győzelem esetén. Most ez zajlik Lengyelországban. Hát Lengyelországban nem a média szabályozáshoz nyúl hozzá az új parlament, hanem a média szabályozás érintetlenül hagyása nélkül az általuk kívánatosnak gondolt helyzetet politikai döntésekkel, elbocsátással, bezárással, tévécsatorna sugárzásának a megszűnésével oldják meg. De a velencei biennálét illetően is, hogy azért lássuk, hogy ez egy intézményesített, előre kitervelt, aljas szándékból elkövetett ideológiai mészárlás, ami zajlik. Az előző kormány eldöntötte, hogy azon részt vesz Lengyelország. Pályázati úton kiválasztotta, hogy kik azok a művészek, akik ott kiállíthatnak. Nem tetszik ezeknek a művészeknek a pofája, az új Tusk-féle kormányzatnak, ezért fogják, és fenéken billentik őket. És a lengyel pavilonban senki által nem ismert ukrán amatőr művészeknek a videóperformansza fog megjelenni. Tehát teljes őrültek háza, ami ott zajlik. Mi a lengyel barátaink, a Jog és Igazságosság, a lengyel konzervatív nemzeti erők oldalán állunk, és minden segítséget, támogatást az európai politikában is megadunk. Nagyon kíváncsi vagyok magam is, hogy folyamatosan a jogállamiság lángpallosát hordozó, mutogató, azzal hadonászó Európai Bizottság túljut-e az évvégi évelei farkasvakság állapotán, beigli mérgezés, vagy én nem tudom, töltött káposzta mérgezés okozhatta ezt, mert úgy tűnik, hogy nem veszik észre. Nem vagyok naív e tekintetben sem, ahogy Spanyolországban is, amikor egy baloldali kormány legnyíltabb módon sérti meg a legalapvetőbb joguralmi alkotmányos előírásokat, akkor a brüsszeli bizottság vak. Én szerintem ez az ideológiai indítatású vakság lesz jellemző az Európai Bizottságra, tehát mi ott vagyunk az Európai Parlamentben, és segíthetünk nekik, hogy felhívjuk a tényekre a figyelmüket. És még van egy percünk, ha egy 10-es fokozatú skálát veszünk, ön hogyan ítélné meg, mennyire durva a kampányra számít Magyarország ellen az elkövetkező hónapokban? A 2022-es magyar parlamenti választás megelőzően egy 10-es fokozatú skálán kb. 25-ös volt a támadás erőssége. Én azt gondolom, erre még rá fog tenni egy lapáttal a brüsszeli bürokrácia, mert most a saját politikai jövőjükről is szó van. 22-ben az volt a reményük, hogy végre egy Brüsszel minden igényét kritika nélkül teljesítő magyar kormány lesz. Nem egy szuverén magyar kormány, nem a magyar érdekeket képviselő magyar kormány, hanem a brüsszeli hatalmi gépezet lerakata kerül hatalomra Magyarországon. Ezt a számítást a magyar választópolgárok a döntésükkel keresztül húzták. De 2024 az ő sorsukról szól, arról szól, hogyha Magyarországhoz hasonlóan jó néhány más európai országban a nemzeti, a konzervatív, a szuverenista, a brüsszeli bürokrácia őrületének véget vetni akaró erők győznek, akkor ezeknek az embereknek a politikai karrierje véget ér. Kikerülnek a hatalomból, kipenderítheti őket sok milliónyi európai polgár a szavazatukkal a hatalomból. Márpedig én nem látom úgy, hogy olyan szíves örömest adnák át másoknak a hatalmat, tehát a hatalomféltéstől vezettetve még egy-két-három-négy lapáttal rá fognak tenni, és mindenhol, minden eszközzel ütni, vágni fogják ezeket a nemzeti szuverenista erőket élen Magyarországgal, hogy azt tudom mondani, hogy a lehető legdurvább, legaljasabb támadásokra készülhetünk, de lassan már rutinunk van ezeknek a támadásoknak az átélésében is. Úgy látszik, a magyar választóportálok harci kedvét pedig csak növelik ezek az aljas, a brüsszeli bürokráciától érkező támadások. Dajcs Tamás, köszönöm szépen. Ez volt az Európai Híradó, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Még egyszer sikerekben, örömökben gazdag, boldog új évet kívánok. Viszontlátásra!